munka, hűség, kitartás. Ez jellemzi a szervezetet és tagjainak munkáját is. Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a személy, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara Fejérvár megyei szervezetének vezetését és tagjait szerda délelőtt a Városházán. A szervezet itt tartotta gyűlését. Az eseményen jubileumi elismeréseket is átadtak azon tagoknak, akik rendezvényeken, közterületeken vagy épp ipari létesítményekben és bevásárló központokban évtizedek óta teljesítenek szolgálatot. 20-25 éves kamarai tagsággal rendelkező, tehát folytatólagos kamarai tagsággal rendelkező vagyonőreinknek, tagjainknak szeretnénk ezt adni. Kitartottak 20-25 évig, ez a mi olvasatunkban egy nagyon nagy megtiszteltetés a kamara számára. A kamara fontos szerepet tölt be a képzésekben és vizsgáztatásokban is, de az utóbbi években rendszeresen végeznek továbbképzéseket is, annak érdekében, hogy feladatukat minél szakszerűbben lássák el tagjaik. Ezeken az előadásokon azok hasznos információhoz jutnak, nem csak a vagyonvédelmi törvény változásaiban, hanem más egyéb a vagyonvédelmet befolyásoló törvényeknek a változásai tekintetében is. Erre próbálunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a vagyonőrök intézkedései során a törvény betartásával és annak figyelembevételével végezzék a munkájukat. A személy és vagyonvédelmi kamara új utakat is keres a jövőt illetően, hogy emelje taglétszámát. Nemrég pedig a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal is kezdeményeztek együttműködést.